Szép estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok. Két percet késünk. De ma este rövid leszek, legalább igyekszek egy ilyen 30-35 percre. Mint minden második csütörtökön, ugye nyáron így beszéltük meg, de majd meglátjuk ősszel, ha szükség lesz, akkor minden héten, de ha nem, akkor lehet, hogy elég lesz minden második csütörtökön, hogy elmondjuk a SkyWorld Community webinárt, ahol bemutatom az üzleti lehetőséget, és milyen újdonságok vannak. Ha jól láttam, ma este még spanyolul is figyelnek bennünket, úgyhogy örülök neki, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Tudom, hogy még Amerikából is szoktak hallgatni, mikor a horvátot tartom, akkor ugye az egész Bécstől Görögországig is hallgatnak bennünket. Miért? Én 2016-ban ismertem meg ezt a lehetőséget, és azóta folyamatosan aktív vagyok ebben az üzletben, mint befektető, meg szóltam néhány embernek is, úgyhogy látok benne igazán nagyon jó fantáziát, mert ez egy nagyon jó hosszú távú befektetés. Igaz, hogy sokak már úgy gondolták, hogy a cég előbb kimegy a tőzsdére is, de most, ahogy benne vagyunk már 6 éve, vagy még picit többet is, látjuk, hogy ez egy óriási terv, ez egy világterv, és amit akkor azok az emberek, akik vezették, beszéltek erről az üzletről, és ahogy nekünk előadták, ma aki egy picit figyeli csak a tervet, a projektet, akkor sokkal jobban érti és jobban tudja, mint akkor a vezetőség. És tudjuk, hogy egy startup projektnek, amit finanszíroznak, ilyen finanszírozással nem olyan egyszerű kimenni a világpiacra, és még nehezebb kimenni egy tőzsdére. De mivel megvan ez a terv, és most lehet mondani már több mint 90% lépést átmentünk, ugye a cég alapítóval, Anatoly Edvardovics Junickival, aki ezt a több mint 40-45 éve már viszi ezt a projektet, és nagyon jó fejleszti. Úgyhogy lehet látni, hogy most már, ha valaki figyeli a híreket, minden nap vannak valamilyen újdonságok. Úgyhogy menjünk is tovább. Nem akarok ma túl sokat mondani erről a projektről, mert gondolom már mindenki ismeri egy néhány szót, hogy ez egy különleges projekt, mert nem olyan, mint egy például egy autó vagy egy vonat, amit le kell gyártatni és rátenni az aszfaltra vagy a sinekre, hanem itten külön fel kell építeni egy közlekedési rendszert, ami teljesen új, teljesen nem típusú, és ami jó, hogy bárhol a világon meg lehet csinálni. Most a cég már ott tart, hogy a 15. fázis, ugye az az utolsó fázis, arra mennek már, hogy felépítsék azt a gyors vonatot is, ami több mint 500 km per óra sebességgel tud közlekedni, és ezt a tizenvalahány járművet, ami 150 kilométerig, itt már megvannak a certifikációk, megvannak a szabadalmazók, és megvan minden engedély, hogy ezek a járművek elindulhassanak. Ugye egy crowdinvestiós opcióval nálunk vannak befektetők, akik 25 dollárral, 100 dollárral, 10 000-rel, lehet, hogy van 100 000 dollárral is, vagy még több millióval is befektettek ebbe a projektbe,
és a Junicki, aki vezeti a csapatot, most több mint 600 munkás van a cégnél, ugye tudjuk, hogy Belorussziába, Minszbe és Marina Gorkába, meg Egyesült Emírségbe, Sharjahba és Dubaiba, ahol vezetik és készítik ezeket a projektet, meg mindent, ami szükséges a cégnek. Mi, mint befektető, nekünk nem kell gondoskodni, hogy hogyan fog ez működni, nem kell eszelni, agyalni, hogy mi lesz majd. Mi két dolgot tudunk csinálni, vagy megvárjuk türelmesen, hogy meglegyen a hozam, az osztalék, és később a cég kimegy a tőzsdére, el tudjuk adni majd a részvényeinket, vagy tudunk aktívan dolgozni, mint például a vietnámiak, akik nagy motivációval, ugye múlt héten több mint 1000 fős szemináriumot rendeztek, és igazán őrülten csinálják, majdnem 80% crowdinvesting befektetést ők bonyolítanak le, több mint 4 millió dollárt hoztak ebbe a hónapba a céghez. És érdekes, hogy ők majdnem mind csak Vietnámban, kicsit Indonéziában dolgoznak, de legtöbb Vietnámban ezek a befektetők. Úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ők, mindig dicsérik is őket, fiatalok, tele vannak energiával, és nyomják. Mi lehet, hogy kicsit már Európába belefáradtunk, tudom, hogy 2016-17-18 egész a pandémiáig nagyon nyomtuk és ment, akkor kicsit leálltunk, de az a jó, hogy nem egyedül vagyunk, és 400 ezer regisztrált befektető, de ebből majdnem 200 ezer, aki igazán berakott ide valamilyen pénzt. Az is jó, hogy nem vagyunk többet az elején. Most én múlt héten volt egy top expert meeting, megkérdeztem, de még nincs terve, benne van, de nem mondtak még dátumot, hogy mikor megyünk a 15. fázisba. Úgyhogy még mindig a 14.2 fázisba, és ha jól tudom, nem lesz 14.3, hanem 15. fázisba. Ez nem 100%, de én úgy gondolom, ahogy beszélnek, hogy mindjárt a 15-re fogunk áttérni. A SkyWorld Community egy cég, akinél mi be vagyunk regisztrálva, de a Junicki String Technológia anyacég, aki ezt az egészet vezeti, és a ERSH Holding 1-es, 2-es, 3-as, ahol nekünk be vannak jegyezve a tulajdoni hányadok. És ezek a cégek is mennek majd tőzsdére, és így kapjuk meg majd az osztalékot. A GTI az anya cégen keresztül 20% lesz a kifizetésre, a netto profit, és 80%-ot újból befektetnek ugye a fizetésekre, és a újrafejlesztésre, és új projektekbe. A cégnek az a célja, hogy 10 éven belül, ahogy elindul az első projekt, legyen 100 saját projektje, és legalább 100 000 kilométer, és ha ez meg lesz, akkor igazán nagyon-nagyon értékű lesz a részvény. A cégnek a start ára, ugye itt írja, hogy 1 USD 1 dollárral indul. Erről beszélt a Alexej Suhodejev, hogy mert kérdezte valaki, ha bedől a dollár, vagy a valuta, vagy valami nem lesz, a cégnek az értéke az megmarad, úgyhogy bármilyen, akár kripto pénzre is ki lehet, át lehet térni, úgyhogy ezzel számíthat a cég már, úgyhogy nem kell nekünk idegeskedni, hogy mi lesz. Mikor a cég kimegy a tőzsdére, fél év után szerződés szerint mi már eladhassuk a részvényeinket, valamennyit vagy az egészet, de én ugye nem tudom,
nem tudom megmondani mindenkiről, hogy mit csináljon, de én nem adok el olyan sokat, egy valamennyit, lehet, hogy 5%-ot, vagy maximum 10-et, de a többit ugye meghagyjuk, mert itten minden évben növekszik majd az osztalék. Az új információkról egy pár szót. Valaki hallgatta Anatoly Junickinek a beszédet, nagyon sok dologról beszélt, hogy hogyan fejlődik, és ami egy fontos pont, hogy elárulta egyik projektet, az a ugandai projekt, amiről már beszéltünk, és most ugye lehet mondani, hogy azt tudjuk, hogy egy igazi célprojekt, amit már nagyon készítik, és nem sokára kezd épülni. A 1 kilométer ilyen pálya 7-15 millió dollárig, de itten bele kell számítani, hogy itt benne lesz a szerviz, akkor benne van a minden olyan, ami hozzá van kötve ehhez a projekthoz, állomások, meg ilyen éttermek, kávézók, ezek mind benne lesznek, meg természetesen a járművek is, ugye? Úgyhogy nagyon-nagyon konkurens lesz, és ahogy látjátok ezt a járműt, ez egy új, amit most viszik el Sharjahba tesztelni, ez már szeptembertől megy a tesztelésre, és nem egy legszebb, legdrágább típusú, hanem készítettek egy ilyen olcsóbb design, amit afrikai és a szegényebb országok is meg tudnak vásárolni, ami nagyon fontos, mert nem mindenki tudja kifizetni a legdrágábbat, mint az Egyesült Emírségbe. Úgyhogy az a fontos, hogy a biztonság, a kényelem és a gyorsaság az meglegyen, ugye? De lehet, hogy egy olyan öregfajta villamosnak néz ki. De ez jó, mert ez mutatja, hogy a cég gondolkodik minden területen és minden országban. Még ma van a lehetőség hónapig, hogy 1-90 diszkonttal meg tudjuk vásárolni ezt a csomagot. Épp valamelyik nap egy közvetlen barátom, aki már régi befektető, eldöntötte és elkezdte fizetni, azért, mert ez a 5000 dolláros lehet 10 havi részletbe is fizetni. Végül is 450 ezer tulajdoni hányadot kapni, és ez a diszkont, ez már 4 éves diszkont lehet mondani, mert akkor voltak ilyen diszkontok. Úgyhogy ezt, aki tudja, aki szeretne még magának vásárolni, még holnap el tud indítani egy ilyen csomagot. Még 27 nap tart ez az akció, mindenki, aki részt vesz ebbe az akcióba, lesz egy verseny, és lehet, hogy épp tégedet húznak ki, és 1 millió tulajdoni hányadat adnak ajándékba. Úgyhogy, de van még külön utazás Dominikán köztársaságban, meg most ne soroljam, ha valakit érdekel, bemegy a webirodába is el tudja, meg tudja nézni. A Face of the Future csomag, ez a 5000 dolláros, itten kapni egy hologram csomagot is, és a Ecotechno Parkban, Marina Gorkába, akkor ott megjelenik a hologram, úgyhogy azok, akik jönnek látogatni, akkor meglássák ezt a hologramot. Folyamatosan az Egyesült Emírségben mennek a tesztelések, ugye az a 400 méteren, és most szeptember vége fele, ezt majd később mutassuk, van a végén egy pár legfrissebb kép, akkor ott meg lehet látni, hogy hogyan haladnak még. Ugye azt is már lehet, hogy sokaknak már
lehet, hogy többször említem, hogy mennyi delegáció jön a Sárdzsába, folyamatosan jönnek a látogatók, de ez a menet. A Junicki kihasználta ezt a Expo 2020-ast, hogy rengeteg delegáció, ugye több mint 120 csapat meglátogatta és megismerkedett ezzel a technológiával. A második menet az, hogy elkezdenek konkrét célprojektről tárgyalni, és a harmadik, ami most megtörtént Ugandába, hogy a mérnökök kiutaztak Ugandába, és készítettek egy árajánlatot, és utána akkor megy a előleg, befizetés, és már kezdik is rendelni az anyagot és építkezést. Úgyhogy a ugandai projektet azt nem sokára várhassuk. Ami még nagyon fontos, hogy van egy ilyen mikroklimarendszer, ami 25 évig működhet, nem kell karban tartani, szervizelni. Ez egy speciális klíma, amit beraktak ezekbe, ugye tudjuk, hogy most nyáron 40-50, még 55 fok is szokott lenni néha, nálunk már csak 36 volt, de azt is nagyon nehéz volt kibírni, és kell egy jó légkondicionáló rendszer, ami tudja tartani ezt a normál hőmérsékletet a járművekbe, a utazók, hogy jó és kényelmesen érezzék magukat. Azt tudjuk, hogy a Junicki egyiptomi üzletemberekkel is sokszor már tárgyalt, úgyhogy én nem fogok meglepődni, ha az idén bejelent egy-két egyiptomi projektet is. Azt tudjuk, hogy a projektet nem lehet nagyon szigorúan szerződéseket kötöttek, hogy nem árulják el pontosan, úgy látszik, a ugandai projekt már annyira előre ment, lehet, hogy már ki is fizették a repülőtértől a központig, és azt már meg lehetett ugye említeni. Ez a projekt nem olyan egyszerű, mint minden más projekt is, és megvan ez a 5-6 pont, ahogy működik. Mikor aláírnak egy szerződést, körülbelül 2-3 év kell, még ezt megcsinálják a tanulmányat, tervezést, beszerzik az anyagot, felépítik és üzembe helyezik, ilyen 2-3 év, mondjuk el egy ilyen 15-20 kilométeres projekt. Ugye ez a ruandai projektről volt szó, és itt lehet látni, aki én nem voltam ezekben az országokban, igaz, Tunéziában voltam, de ilyen Nigériában, Ugandában, de amit hallok az emberektől, hogy ottan nem lehet 106 km sebességgel egy városba futkározni, és ez a 11, nem mennyi is, 20 kilométer, ez 11,5 perc alatt át lehet menni ebben a technológiával. Én szerintem ez lehet, hogy egy óra, gondolhatom, milyen közlekedés van, ottan rengeteg bicikli, gyalogos, meg minden ott van az úton, és nagy tömeg, mert nincs sok kiépítve, nem olyan, mint Dubajban, hogy egymás mellett párhuzamosan három autópálya, hanem itt van egy kis utacska, ami ki tudja, milyen tele van lyukakkal, meg minden, és ott közlekedik minden. A macska, kutya, kacsa, liba, meg a legnagyobb kamion is. És én legalább így képzelem el az egészet. És ez a projekt, ha befejeződik, akkor nyernek egy nagyon-nagyon szuper közlekedést. És a Ugandának, ugye ez a fővárosa, ez nagy Kigali város, nagy előnyt hoz, mert mi is könnyebb a közlekedés, ugye akkor megy a biznisz is,
többet üzletelnek, és természetesen az egész országnak, meg a városnak is sokkal többet, sokat ér. 6-8 ember tud vinni, maximum 150 km, és lifetime, szóval 20 évig lehet közlekedni ilyen járművekkel. Lehet, hogy már 10-15 év múlva valahol cserélik őket, már lesznek újabb modellek, de egy ilyen unicar, ami igazán fantasztikus, ugye én már ültem benne, kétszer is közlekedtünk vele Marina Gorkába, annyira csendes, hogy nincs semmi hangja, kényelmes, megcsinálták úgy, hogy felfele is, meg lefele is menni, nem olyan, mint a liftben, hanem nagyon-nagyon kényelmes, és észre se lehet venni. Olyan, mint egy helikopter, csak nem mozog, nincs olyan hangos hangja, hanem nagyon finoman lehet vele utazni. A dubai iroda ebben a Sava Towerben van, és itt van a telefonszám, ha valaki oda jár, el is tud menni, be kell jelentkezni, vagy e-mailen, vagy telefonnal. A Mihailo barátom most múlt héten itt volt nálam épp, aki nagyon sokat utazott a világba, és májusban ő elmegy Abu Dhabiba, engem is meghívott, majd lehet, meglátjuk, lehet, hogy elmegyünk, vagy megszervezzük, ha még valaki. Lesz az a kiállítás, meg természetesen elmennénk Sharjahba is, de majd meglássuk még eztet. És akkor itt van a Minszki iroda, meg a gyár, meg a Marina Gorkai Ekotechnopark, itt vannak a címek, mind ugye mi háromszor voltunk ottan, és én egyszer voltam Sharjahba, de akkor még csak elején alig kezdték, akkor kezdték építeni 2018-ban az egészet, úgyhogy még csak alapok voltak, de el szeretnék menni, ugye tavaly is terveztük, tavaly előtt is bejött ez a Covid, és egyszerűen nem volt olyan idő utazni való, meg minden, de majd megszervezzük, ha nem lehet, hogy májusban. Májusban már 30-35 fok van, de azt még ki tudjuk bírni. Akkor itt vannak a tanúsítványok. Ha meglátjuk, a Hyperloop, meg ilyen hasonló projektek, senkinek semmilyen certifikát, tanúsítvány, még modelleket se csináltak igazit, hanem mind teória, úgyhogy itt meg megvannak a TÜV certifikátok. Ez nagyon fontos, ha valakivel tárgyalunk, beszélünk, hogy megvannak ezek az engedélyek. Ezt nagyon nehéz megkapni, van amelyiket egy év, valamelyiket másfél év, Magyarországon is csinálják ezt, és egyik barátom ezzel foglalkozik, tolmács, úgyhogy tudom, hogy sokszor beszélünk, mennyi munka van ebbe, úgyhogy ezt megszerezni, megkapni nem egy egyszerű dolog. Nem olyan, hogy veszünk egy terméket, és elvisszük, két hét múlva megkapjuk az engedélyt, és már árusíthatjuk őket, ugye? A több mint 36 épület, most már ez lehet, hogy öreg, lehet, hogy már 38-40 is van, akkor megvan a Unitsky String Technology Plaza, itten 50 iroda van, és itt a gyár és a raktárbázis, ami Minszkben van, Fehér-Oroszországban, ahol már tudják a sorozatgyártást is, és ilyen modelleket gyártottak le. Háromszor olcsóbb legyártani Minszkbe, mint Egyesült Emírségbe, de ahogy bemegy a sorozatgyártás, és többet kell, akkor kiszámítsák, akkor már lehet, hogy ott fogják legyártani, mert az első turnust azt nem, de utána a következő projektekre már igen, mert akkor a szállítás is nagyon drága, még nincs meg a unitrack, és hajóval meg vonattal szállítsák őket, és az nagyon drága, úgyhogy akkor már lehet, hogy érdemesebb lesz ott legyártani. Mi várjuk még ezt a kéttestű gyorsszállítási modellt, ezt én még nem láttam igazából,
meg van egy 25 fős gyors flotta, ami fürdőszobával, ezt is most majd bemutatják, lehet, hogy majd jövő hónapban. Van neki saját gyártású akkumulátor is, ami több mint 5000-szer fel lehet újra tölteni, és 24 órán belül tud közlekedni egy akkumulátor. És évente akár 10 000 Unibuszt is képesek legyártani, úgyhogy ilyen kapacitás ez már el van készítve. Itt van ez a 5000 kisütési ciklus, amit említettem. A Uniflash-t, ezt láttuk Marina Gorkába is, ott a közlekedett, nem 500 kilométerrel, ugye, mert ott is csak valamilyen 400 méteres a pálya, de erre majd építik ezt a 20 kilométer tesztpályát. Ez még mindig nincs eldöntve, hogy Abu Dhabiba vagy Marina Gorkába lesz a legelső, ahol tesztelik, és ugye meg kell kapni itt is az engedélyt. Aki volt velünk Marina Gorkába, az látta, hogy milyen szép egy ilyen gyönyörű ekotechnopark, nagyon sok zöld, rengeteg gyümölcsfa. Régen volt olyan promóció, aki megvette egy ilyen csomagot, akkor megkapta a tulajdoni hányadot, de még külön kapott egy gyümölcsfát is. És akkor, aki oda jár, akkor meg tudja nézni ezeket a saját gyümölcsfáját, ott írja a nevét is, meg melyik országból van. Több mint 10 000 ember már beült ezekbe a járművekbe, úgyhogy csináltak egy ilyen tesztelést is. Igaz, hogy minden lassabban ment, biztonság véget, de ez mikor egyszer kimegy a városba, akkor pörögni fog. Egy mesterséges intelligenciával működik, blockchain technológiával mennek az adatok. Úgyhogy a Marina Gorkai és a Sárgyai központ, ez jobban marketing lesz, igaz, hogy itt is tesztelik, de a Marina Gorkába ottan a, ugye közel van a Minsk 70 kilométer, legyártják, odaviszik, és ott mennek az első tesztelések, jobban azokat a precíz dolgokat, mindent, amit még finomítani kell. A Sárgyai központban meg ilyen bemutató, mert tudjuk, hogy a Dubai az egy olyan helyen van a világon, hogy Ázsia, Európa, Amerika valahogy a központ, a félúton van, Ausztráliának is, meg Afrikának, ugye. Itt lehet látni, ma is jöttek új képek, ez a teherutas állomás, ami 2,4 kilométer, itt a harmadik és negyedik szakasz lesz, ahol most készítik, kihúzzák ezt a sineket, és ezt most csinálják. Tegnap, ma már felrakták őket, és mostan, hogy mondják azt, húzzák széjjelbe. Itten még július 22-én kezdték őket felrakni, de a mai képen már lehet látni, hogy már húzzák őket széjjel, és akkor lesz egy olyan, na itt van ezek a mai képek, amit lehetett látni, úgyhogy, mert nagyon nagy teher jön erre, és ezek az állványok, ez a legelső, meg a legutolsó, akár 900 tonnát tehert is elbír, és végül is így van, itt találta ki a Junicki, hogy itt legyen a teher, nem azokon az oszlopokon, és azért tud több tonnás, ilyen 25-35 tonnás konténereket is bírja ez a zsinór. Itt lehet látni, és vannak ugye ezek a sinek, ami benne van, akár még 250 ilyen vékony drót, acéldrót, és feltültik betonnal, és utána jön a acél fejjelre, mert akkor lesz ez a csendes, és nagyon-nagyon erős, mert 100 évre gyártják,
és 50 év garanciát adnak ezekre a sinekre. Itt lehet látni, hogy még azokat a vékonyabb sineket is, még az is ilyen speciál beton öntettel feltöltik őket. De később, ahogy belejönnek, ahogy elkezdik majd építeni, úgyhogy akár egy nap egy kilométert is meg tudnak csinálni, ugye több munkás is lesz, meg több csapat, aki ezt mindet fogja majd építeni. Azt tudjuk ugye, hogy egész világról, főleg Dél-Amerikából rengeteg delegáció jött, Európából is, és aki meglátogatta ezt a központot. Ami legfontosabb, hogy most már meg tudják mutatni, be tudják ültetni őket, az embereket, és a Mihályló mesélte, ő ugye múltkor a Junickival találkozott, beszélgettek egy 20 percet, és elmondta, hogy milyen szép, gyönyörű ez az egész. Képből nem lehet azt ott épp annyira megmutatni, és mindenki, aki idejön, akkor természetesen be kell jelentkezni, csoportosan is, és be tudnak ülni, és tudnak közlekedni. Itt lehet látni, hogy milyen egyszerű, minden automatizálva van, ilyen sem nincs még a világon. Most hallottam, hogy a Teslának egyik fő tervezője, aki ezt az automata rendszert szervezte, hogy felmondást kapott, elment valami másik céghez, és ki tudja, hogy mi lesz a Teslával is, mert ott is egy nagy krízis lesz Amerikában, infláció, még kevesebbet tudnak majd venni. Ha elfogadja újból a Dogecoint meg a Bitcoint, akkor lehet, hogy felemelkedik a forgalom, de tudjuk, hogy mennyire, milyen árba is vannak a Teslák, úgyhogy nem egy olcsó autó. Igazából én szerintem egy ilyen drága elektromos autó nem fizetődő ki. Az, hogy jó húz, meg kényelmes, meg csendes, minden az oké, okay, de most nem, aki ilyet vesz, nem spórol, mert nagyon-nagyon túl drága, amennyi igazából kellene, hogy legyen. Egy 30-50%, ha olcsó volna, akkor már lehet mondani, tűrhető is lesz. A 15 tonnás Unitrack, ez már megvan, ki van tervezve, megvannak az engedélyek, ezt már ugye bemutatták, és most a 35 tonnást fogják majd tesztelni, és azok a hajó konténerek, ugye, azok olyan konténereket tud majd szállítani. Ami még nagyon fontos, hogy a sárgyai seik, a Sultan bin Mohammed al-Qassimi, aki nagyon támogassa ezt a projektet, és ő a saját rezidens házánál, palotájánál, és akar egy ilyen projektet, ott is van egy valamilyen 15 kilométeres, 11 és fél, azt hiszem, amiről már tárgyaltak, akkor a Mohammed bin Rashid, aki a dubai, és Dalai Lama ott is volt, ő hívta meg a Junickit, úgyhogy ilyen emberek is támogassák ezt a projektet. Ez nem csak úgy van, hogy egy kép is megmondjuk, mint valamelyik cégnél, és valaki felöltözik így sejknek, és akkor azt mondja, ez a sejk befektetett nem tudom hány milliót ebbe projektbe, akkor neked is érdemes, ilyet is már hallottuk, hanem itten igazán együtt dolgoznak, és végül is, ha nem támogatná, akkor nem is lehetne ottan semmit felépíteni. A sárgyai seik az adta meg azt a területet, és tudjuk, hogy a Junickinak van a legnagyobb területe ott a sárgyai központban, többieknek, mindenkinek sokkal-sokkal kevesebb, és egyetlen, aki közlekedési rendszerrel foglalkozik. Amit még szerettem volna mondani, voltak itten kérdések a Alexej Suhodejev, igen, ez a dollárról esztet már mondtam, és akkor megerősítette ezt a konkrét projekteket, a Ruandát, azt, hogy ő is meglepődött, hogy a Junicki már megmondta,
és most kezdődik a konténeres és a Unibike, amit most elindítanak, és ezek is mennek be a célprojektekbe. És mikor elindul az első célprojekt, ezt én is szoktam mondani, akkor sokkal-sokkal jobban jön majd investíció is, meg mindenki várja azt az elsőt. Úgyhogy a Skyway egy úttörő, de mikor elindul az első, akkor jön a második, harmadik, tizedik, huszadik, gyorsan itt lesz pár száz is. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy a részvény nem marad egy dolláron, hogy az felmegy kettőre és ötre, valamilyen kiszámítások szerint két éven belül még 17-et is mondtak, hogy lehetséges, ugye? Ez természetesen mind ilyen satszolás, de ha egy cégnek ilyen 30-40 ilyen nagy projektje van, ami benne van, akkor igazán ez természetes lesz, hogy az ára és az értéke is majd növekszik. Akkor ennyit szerettem volna én ma este. Köszönöm mindenkit, aki meghallgatta, és már teszem is a YouTube-ra ezt a videót, és beteszük a Skype csoportba, úgyhogy azok, akik nem voltak ma velünk, azok is meg tudják hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek további szép estét kívánok, és két hét múlva újból akkor találkozunk ezen a linken. Sziasztok, viszontlátásra!